the truth, you let me see, sunny, I thank you for the facts from A to Z, my love, my soul, like open blossom. sand, the broke was born when you had my hand, sunny, one so true, I love you. üdvözöllek benneteket ezen a szép tavaszi napon, és úgy gondolom, hogy ennek az épületnek, ami több mint száz éve épült, egy méltó ünnepséget szerettünk erre hozni, hogy akár a Ford, akár Galamb József és az öröke, az megmaradjon itt Makon. Nagyon hosszú küzdelem volt ez, hogy, hogy eljutottunk odáig, hogy ez az épület akár az Egyesület kezébe kerüljön, illetve a felújítás megtörténjen, illetve másik dolog az, hogy méltóképpen tudjunk megemlékezni a Galam családról. Úgy gondolom, hogy több mint száz évvel ezelőtt ugyanez lehetett a célja itt a Galam testvéreknek, Galamb Józsefnek, illetve a Jánosnak, Ferencnek, Sándornak, hogy Makót kicsit előrébb mozdítsa a utáni válságból. Amit meg tudtunk valósítani ebbe az épületbe, az a korabeli műhely, ami több mint száz éves, azt teljesen úgy akartuk felújítani, hogy, hogy tükrözze az akkori állapotokat, egy transmissziós hajtást, illetve egy pár darab Ford modellt tudtunk ide behozni. Ez barátainknak köszönhetően, illetve a saját járművünk van kiállítva, és egy Forzon traktor, mert ezzel kezdődött meg igazából a kereskedés. Hat darab Forzon traktort küldött Galamb József a testvéreinek, és az volt itt Magyarország első Ford kereskedése. Tovább haladva a térbe, magyar illetve német motorok vannak így külön kiállítva, ez az egyesület tulajdonában lévő járművek, illetve azokat a motorokat láthatjátok, ami a, nekem a gyerekkorom vagy fiatalkoromban használtunk, és már azok veteránok. És ami az épületbe történt, itt egy fejlesztés, itt ez a hátunk mögött lévő csarnoknak az épületének a fölállítása, ahol szeretnénk még több járművet kiállítani. Egyrészt itt mezőgazdasági járműveket, ami az akkori családnak volt az egyik feladata, hogy itt mezőgazdasági vidék révén mezőgazdasági járművekkel akár bérszántást, akár eladásokat tudjanak itt lebonyolítani. Innen egy retro térbe jutunk, ahol egy valamennyire egy kicsit interaktívá szeretnénk tenni a Galamb József, illetve a Ford, az akkori T-Ford, illetve azoknak a megismertetését, amit akkor kereskedtek, és van egy interaktív műhely, amely majd az iskoláknak a képviselőit, hogyha itt látom, azokkal szeretnénk, illetve a Ford közép-kelet-magyarországi képviseletével. Egy, egy olyan szakmai bázist létrehozni, ami az utókornak is mivel most már Szegeden épül az újabb autógyár, és úgy gondolom, hogy itt a környékben ez, ez, ez létfontosságú lesz, hogy a, az itt lakóknak egy újabb lökést adjon, hogy miért érdemes az autóiparba dolgozni, illetve az autóiparba tanulni. Valamikor egyszer régen, Mátyás király idejében egy pici komármesszergomb megyi faluban indult a történet, ahol az ott élők a szekérből utazása alkalmas kocsit építettek, és már a világ szinte összes nyelvén ezt a négykerekű szerkezetet kocsinak hívják. Ugye rengeteg évszázad és három napot tudok levegővétel nélkül a magyarokról és a járműiparról beszélni, de nem tudok még egy olyan történetet a világban, ahol ilyen távolságra ekkora sikerben magyar részt vett volna. Ez egy olyan hely, egy olyan bölcső, ami nincs még egy a világon, de más nemzetnek sincsen, hogy ilyen távolságból ennyire megváltoztatták volna a világ mobilitását. Ugye ez a sztori onnan indult, hogy kocsi-kocsi és egy autókiállításon a lacék megkerestek, Lőrinc Péter édesanyjával, aki a Galamb család leszármazottja, élő 93 éves leszármazottja, hogy az életét arra tette föl, hogy ez az ingatlan, méltó módon emlékezzen meg Galamb Józsefről, a Galamb családról és ennek a mobilizációnak a lépcsőjéről. És azt mondták, hogy ők évek óta harcolnak ebben, és nem lehet megcsinálni, és akkor mondom, hogy olyan nincs, hogy nem lehet. És akkor ugye... Én végtelen hálás vagyok a magyar kormánynak, Lázár Jánossal 25-6 éve ismerjük egymást. Egyébként én végtelenül tisztelem őt, mert a mobilitásban ő is rengeteget tett és tesz. Ugye ő kapott hideget, meleget a temtrénér és sok mindenért. Én mindig mosolyogok, mert a végén mindig igaza lett. Tehát én azt hiszem, hogy ez a hazánk. Fogjunk össze magyarként azért, hogy mutassunk meg mindent, amit a magyarok tettek, én a járműipar oldalán fogom és teszem ezt a mindennapjaimmal, és arra kérlek benneteket, ugye én itt gyűjtment vagyok, hogy ti vigyázzatok erre az értékre. Laci, én megbeszéltük, hogy azért segítek, egyébként tiszteletbeli tagja vagyok az Egyesületnek, ugyanúgy megfizetem a tagdíjat, ugye ez egy fontos dolog, és elvárom, hogy legalább annyira Tegyétek a dolgotokat, és hát ötlet mindig van, sztori mindig lesz. Én arra kérem, miniszter urat, hogy minden formában, akkor is, hogyha csak magánemberként jár makón, segítsenek a háznak és a Maros Parti Veteránok Egyesületének a munkáját. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt elnök úr, kedves László, kedves István, igen, tisztelt polgármesterasszony, kedves makójak és mindazok, akik az ország számos pontjáról ma azért jöttek össze veterán autósként, hogy ennek az emlékhelynek és kiállító helynek a megtekintését és megnyitását közösen ma elvégezzük. Részben emlékezve Galamb József fantasztikus pályafutására, részben emléket állítva a 20 évek első magyar autókereskedésének, Ford autókereskedésének, ami itt Makon létezett ebben az épületben, ezen a helyen, pontosan ezzel az épülettel. Részben pedig talán azért is, hogy néhány szót ejtsünk a magyar autózásnak a jelenéről és a magyar autóiparnak a jövőjéről, hiszen ezek a dolgok szorosan összefüggnek egymással. Mindenek előtt azzal szeretném kezdeni, hogy ma már ez nem mindenhol és nem mindenféleképpen divat, főleg Nyugat-Európában politikusok nem szeretik mondani, de én kifejezetten autópárti vagyok. Tehát én az autózás szerelmese, pártfogója, pártolója, és természetesen jó, jó néhány autó birtokosa és használója vagyok, és erre nagyon büszke vagyok. És büszke vagyok arra is, hogy sok-sok kilométert levezettem balesetmentesen, és arra is büszke vagyok, hogy egy olyan ország polgára lehetek, amely a XXI. században a fejlődését, a gyarapodását, a gazdagodását az autóiparral kötötte össze. Nagyon nem szeretem azt, és nem értek azzal egyet, amikor az autósokat üldözőbe veszik. Akár a gyalogosok, akár a biciklisek, akár a tömegközlekedés szerelmesei, a kötött pálya szerelmesei. Mert szerintem az autózás az egyéni szabadságjog, mindenkinek joga van ahhoz, hogy autóval közlekedjen, hogy autózzon, és az autózás meggyőződésem szerint az a világ fejlődésének, a mobilitásnak, az előrejutásnak számos értelemben, fizikai és átvitt értelemben is a jelképe. Nagyon sokáig egy ország modernitását és fölkészültségét vagy versenyképességét azzal mérték le például a 19. században és a 20. század első évtizedében, hogy mennyi vasútvonal van egy országban. Magyarországon az első világháborúra a lakosság arányosan olyan vasúthálózatot sikerült közösen létrehoznunk, amely Franciaországéval vetekedett, vagy Németországéval. Majd a két világháború között már és az évszázad második felében az lett a fejlettségnek a mércéje, hogy mennyi autó áll rendelkezésre, hiszen a kötött pálya mellett megjelent az autózás, részben először hobbiként, ugyanúgy, mint a vasút, először a gazdagok luxusa volt, majd ez terjedt, terjedt, terjedt. Én jól emlékszem, hogy a polgármesterségem tíz év alatt 13 ezer járművel kezdtem a város polgármesteri munkáját, és 20 ezer fölött volt a személygépkocsik szám, amikor átadtam ezt. Tehát Magyarországon folyamatosan növekszik a személygépjárműt használók és azzal rendelkezők száma, a világ trend tendenciák és a pessimista világjóslatok ellenében is, ami azt hiszem összefüggésben van a magyarok önállóságával, szabadságvágyával, és azzal, hogy egyénileg is szeretnének boldogulni, nem csak a közlekedés vagy a tömegközlekedés segítségével. Tehát én egy olyan közlekedés politikának vagyok híve, ahol egyszerre van helye és szerepe az autózásnak, az autózás adta szabadságnak, amely Magyarországon nem luxus, hanem nagyon sok ember számára az egyetlen eljutási lehetőség A pontból B pontba. Az ország település szerkezete olyan, ami miatt nagyon sok embernek, aki munkába igyekszik, aki szolgáltatásokat akar igénybe venni, vagy el akar egyik helyről a másikra jutni, autóval kell, és autóval lehet csak közlekednie. Másrésztről természetesen az autós közlekedésnek és a kötött pályás vagy a tömegközlekedésnek össze kell férni egymással, mint ahogy ma meg kell szokjuk azt, és meg kell tanuljuk egymásnak a tiszteletet megadva, hogy számos közlekedési eszköz jelent meg az utakon, nem csak a kerékpárosok és nem csak a kerékpározás, hanem újabb és újabb közlekedési eszközök jelennek még, mint ahogy annak idején az autózás is elkezdett elterjedni a 20. század elején, amikor Galamb végzett műszaki szakemberként, megkezdte a különböző 1900-es évek elején a környékben, majd Budapesten és Nyugat-Európában működő autóipari gyáraknál, amelyeket inkább hasonló méretű vagy hasonló nagyságrendű családi üzemekként kell elképzelni a századfordulón, az 1900-es évek elején, megkezdte a munkáját és az érdeklődését. Kevesen tudják, hogy Ferdinánd Porsche, aki megalapította a Porsche céget, és a Volkswagen tulajdonosa és a Volkswagen bogár szülőatja volt, egy magyar mérnökkel együtt egyébként, Budapesten irodát tartott fönn a 900-as évek elején, hiszen ő először az Ausztra Daimlernek volt a főmérnöke és tulajdonosa, és csak majd utána ment el az első világháború vége után Németországba is kezdett egy önálló mérnökirodával dolgozni, és az ottani daimler illetve később más márkákat megalapítani, illetve fölfuttatni, és ott mérnökként dolgozni. Tehát Budapest és Magyarország már a századfordulón a fejlődési jelképe, jelképeként és szimbólumaként az autózásnak is megpróbált teret biztosítani. Csak a számokat érzékelendő, két világháború között Budapesten 5-600 darab személygépkocsi, magántulajdonban lévő személygépkocsi létezett. Tehát az autózás egy ilyen méretű városban, Makon, hogyha egy-két embernek volt autója, biztos, hogy a 20-as években tíz alatti volt a személygépjárművek száma, akár hódmezővásárhelyen, vagy Makon, és a második világháború után, illetve a 60-es, 70-es, 80-es, 90-es, 2000-es években robbant be és terjedt el sokkal inkább az autózás. De az kétségtelen tény, hogy egy fiatal műszaki végzettségű ember számára, vagy mérnök számára az autózás olyan volt, a 20. századi első évtizedeiben, mint az informatika most a 21. században. Tehát, hogyha divatos szakmát akart egy makói fiatal keresni magának, vagy egy magyar fiatal, akkor az autózás, a mobilitás, a gép géphajtotta vagy motorhajtotta közlekedés iránt fordult a figyelme, és ezzel kezdett el foglalkozni. Nem véletlen, hogy a műszaki egyetemen végzett fiatalok a 20-as, 30-as években sztárok voltak, sztár mérnökök voltak, hiszen a műszaki tudományok, akár a vasútépítés például, a vasúti gépjármű, a kötött pályás járműgyártás, vagy a Weissmanfried művekben motorgyártás és más járművek gyártása a korszak sztár szakmájának számított. És igazából a modern világ szimbóluma volt a mobilitás, nem véletlenül, hogy az amerikai Egyesült Államok fejlettségét abban mérték, hogy hány autó volt abban a világban, és nem véletlen, hogy a két világháború között az első autópálya a német birodalom fölemelkedésének szimbóluma és a modernitás jelképe volt annak idején Salzburg és München között, mint ahogy az sem véletlen talán, hogy az akkori progresszió képviselője, ami kétségtelen tény, hogy zsákutcába és tragédiába vezetett, de a 30-as években mégiscsak Berlinben, a Hotel Adlonban egy asztalnál ülve tervezte meg Ferdinand Porséval a bogarat, a Volkswagen bogarat, magának Hitlernek köszönhetjük ezt a közös terméket, ültek a szállodában és egy asztalnál rajzolták a Volkswagen bogarat, sőt Hitler azt is megmondta, hogy mennyibe kerülhet az autó, 900 vagy 950 birodalmi márka lehetett, a bogárhátú első szériája, amit csak azért nem kezdtek el tömegével gyártani a másik világháború előtt, mert kitört a háború, és az egész Volkswagen gyár, illetve az egész Porsche művek, az a másik világháborúban. Ennek a modellnek a módosított változataival szolgálta a háborút, és majd csak a háború után futott föl, és lett világtermék és világszéria. Galamb József, előtt is szeretnénk fejet hajtani ma, azért jöttünk össze. Én nagyon fantasztikusnak tartom azt, hogy Makorról nagyon sok intelligens, sikeres, ambiciózus fiatal származott el, és nagy karriert futott be a nyugati világban, vagy az amerikai Egyesült Államokban. Például Galamb József, aki egy véletlennek köszönhetően került ki Amerikai Egyesült államokban 90 es évek elején egy autókiállítás és maradt Detroitban, ismerkedett meg Henry Fordal, közösen kitalálva a T-modellt, állítólag Henry Ford adott megbízás személyesen Galamnak, joe Joe Galamnak a T-modell megrajzolására, megtervezésére, és ő volt az, aki először a futószalagot, tehát a gyártás technológiának a legújabb változatát, beavatta, illetve kialakította magában a gyárban. Nem ő találtak ide, ő alkalmazta először főmérnökén. És ő volt az, aki később a 20-30-as években számos új modellnek a mezőgazdasági gépgyártásban és az autózásban, vagy a teherfúrozásban megalapította az alapját, és egészen haláláig tulajdonképpen az 50-es évekig visszavonulása ellenére is a Ford művekben a változó perspektívák és a változó gazdasági viszonyok ellenére is megőrizte a szakmai tervező mérnöki befolyását. A 20-as, 30-as években 200 tervező mérnökkel dolgozott, tehát 200 fejlesztő mérnök beosztottja volt annak a fiatal embernek, aki innen makóról indult el, és aki lényegében a két világ háború közötti legsikeresebb vállalatok egyik évét tette a tulajdonosokkal és a pénzügyi gazdasági menedzserekkel együtt a Ford vállalkozást. És ő volt az az ember, aki nem feledkezett meg a hazájáról, már a 20-as években visszatért első alkalommal, ösztöndíjat alapított a Makói szakmunkások számára. He, uh, az ő fizetése, Galamb József fizetése az Amerikai Egyesült Államokban akkori értéken 75 ezer dollár volt, ami az Amerikai Egyesült Államok akkori elnökének a fizetése volt. Tehát ő annyit keresett Detroitban fordnál, mint amennyit akkor az Amerikai Egyesült Államok elnöke keresett, és egy 100 ezer dolláros ösztöndíjat hozott létre itt Makón, Makói fiatalok bakolyi szakmunkások, mérnökök képzésére, fejlesztésére, és annak érdekében, hogy Magyarország is az autóiparhoz föl tudjon zárkozni, és egyáltalán a műszaki értelmiség és a szakmunkás réteg kész és képes legyen kialakulni többször is járt Makon is és Magyarországon is. Magyarországon őt egy sztárnak, egy nagyon sikeres embernek kezelték, mint az Amerikai Egyesült Államokban is egyébként. Legendája van a Ford, műkbe, a Ford műveknél és a fornál mind a mai napig nem csak a fejlesztésének, hanem a személyiségének is, hiszen kiváló szervező volt, egy vizionárius volt, sokkal tud be tudott annál, mint amennyire egyébként az alap végzettsége őt fölhatalmazta, vagy följogosította. Tehát nyilvánvaló egy rendkívül született intelligenciával, rendkívüli született intelligenciával fölvértezett emberként jutott el a csúcsra, számos kortársával együtt, hiszen többen indultak abban az időszakban a világba. Számos magyar mérnök dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, ahogy említettem Németországban, vagy az angol száz autóiparban is, mondván, hogy ez volt a korszak legfontosabb húzóágazata, hasonlítottam az előbb ahhoz, ami ma az informatikában, vagy a digitalizációban és a ipar 4.0-ban zajlik végül szeretném fölhívni arra a figyelmüket, hogy nem csak azért érdemes ide eljönni, hogy megnézzük azt, hogy a makói veteránautósok milyen fantasztikus gyűjtőmunkát, fejlesztőmunkát alkottak, végeztek és létrehoztak egy emlékhelyet, hanem azért is érdemes ide eljönni, mert Magyarország, ha megkérdezik, hogy mire tervezi a jövőjét, vagy hogyan tervezi a jövőjét, akkor mi összekötöttük a jövőnket az autóiparral. A világban nagyon kevés olyan ország van, ahol a GDP meghatározó szegmense az autóipar a mai világban. Magyarországon a magyar GDP-ből 20%-ot ad az autóipar. Ami azt jelenti, hogy mi magyarok, amit megtermelünk ebben az országban minden évben, abból minden ötödik forint, minden ötödik eredményes forint, az az autóiparból jön, vagy az autóiparból származik. Kezdtük annak idején a Suzuki-val, folytattuk az Opel-lel, majd jött az Audi a Volkswagen csoport részeképpen, utána a Mercedes, most érkezik a BMW és a BYD. Sokan pessimisták az autózás jövőjével kapcsolatban. Sokan nem bíznak abban, hogy az autóra szükség lesz. Én azt gondolom, hogy mi magyarok jó példa vagyunk arra, hogy a magyarok mindig szerelmesei az autózásnak. Magyarországon van egy káros betegség, persze általában Magyarországon mindenki egy autóval jobban jár, mint amennyi pénze van. Tehát mindenki mindig egy autóval nagyobbat vesz, egy autóval drágábbat vesz, mert az autó Magyarországon státuszszimbólum, szimbólum és tulajdonképpen a sikernek, a jóbónak a fokmérője. Ha végig gondolják, hogy a saját utcájukban a szomszédokat miből mérik meg, régi szokás Magyarországon kinek milyen autója van. Én gyerekkoromban jól emlékszem, hogy a mi utcánkban, Hódmezővásáron, a Nyárfa utcában az volt a komoly ember, akinek 1500-as ladája volt. Aztán jöttek az 1200-as zsigulisták, aztán jöttek esetleg a varburgosok, dácsiások, és a legvégén a sorban a trabantosok. Ez volt a sorrend. Zaporozsecről már nem illet beszélni annak idején de ez volt a társadalmi hierarchia, ez volt a társadalmi rang, rangrend annak idején, a 60-as, 70-es, majd inkább a 80 es és főképpen a 90-es években. Tehát Magyarországon az emberek láthatóan ragaszkodnak az autózás kultuszához. Úgy áll a dolog, hogyha megnyílik a BYD és a BMW, akkor Magyarország egy évben 800 ezer darab új autót fog előállítani. 800 ezer darab új autó kerül előállításra. Sokan bizonytalanok abban és kételkednek, hogy ez vajon helyes jó dolog-e erre építeni a magyar gazdaságot. Én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon jó dolog, és azt is elmondom, hogy miért. Magyarországon kétfajta autót kell gyártani. Egyet a gazdagoknak, egyet pedig a szegényebbeknek. A gazdagoknak gyártunk Audit, BMW-t és Mercedes-t, az alacsonyabb keresetőeknek pedig BYD-t fogunk gyártani. A BYD gyár Szegeden, amely két év múlva ki akarja bocsájtani az első autót, egy 25-30 ezer eurós autót fog gyártani. Egy évben a BYD a világon 4 millió 400 ezer darab autót akar gyártani. Tehát egy kínai cég egy évben az egész világon 4 millió 400 ezer darab autót akar gyártani. Úgy gondolom, hogy egy évben 300 ezer darab Mercedes gyártanak összesen. Tehát a nagyságrendet érzékeltetendő. És a BYD arra törekszik, hogy ledömbénkelje a világot olcsó autóval lássa el azokat, az elsősorban városi polgárokat, fiatalokat, alacsonyabb keresetőeket, akik kisebb autóra vágynak, vagy kisebb autóval akarnak közlekedni, elektromos vagy vegyes meghajtású autóval képzelik el a jövőjüket. Ezekből az autókból 200-250 ezer darab autó, tőlünk 20 kilométerre és 20 percre Szegeden fog elkészülni, amiben egészen biztos vagyok, hogy a több ezer, vagy akár amikor teljesen kész lesz 9000 embert foglalkoztató szegedi BYD gyárban, sok száz vagy akár ezres nagyságrendű makói és környékbeli polgártársam is fog majd dolgozni. Tehát a járműipari múlt és a járműipari jövő így kapcsolódik össze. A másik a drága autók gyártása, amelynek a szegmense és jövője egészen biztosított, hiszen gazdag emberekből mindig van a világban. Minden évben a Globuson 2 millió új milliómos van, akiknek a 30%-a arra költi az első millióinak az első euróit, hogy Mercedes-t vásároljon, hiszen az is egy státuszszimbólum. Ezért Magyarország szerintem nagyon jól teszi, hogyha egyrésztről drága autókat gyárt a gazdagoknak, minél több drága Mercedes, minél több drága BMW, minél több drága Audi, ezen nagyon sokat keresnek a gyárak, az ott dolgozók és természetesen az ország is, és akkor azt is jól teszi Magyarország, hogyha olcsó autókat is előállít azoknak, akiknek a keresete alacsonyabb, vagy másképp tervezik a mobilitást, vagy a közlekedést. Tehát nekünk, presztis autókat kell gyártanunk, és ahhoz motorokat, karosszériát, teljes felszerelést, vagy olcsó autókat kell gyártanunk. Ez a két szegmens egészen biztos, hogy a következő 40-50 esztendőben benne lesz a világban. És persze nem kérdés, hogy mint ahogy egyszer megjelent a vasút, mint ahogy egyszer megjelent annak idején a kocsi, mint ahogy egyszer megjelent a személyautó és az autózás, a 22. 23. században ki tudja, hogy miféle és hányféle közlekedési eszköz jelenik meg, de abban egészen biztos vagyok, hogy részben Galab József mérnöki zsenialitásának, részben Harry Fordnak, és most sorolhatnám Porsét, Anyelit és a többieket, akik a 20. században meghatározták az autóipart, neki köszönhetően még legalább 100-150 évig ez a kultúra itt lesz velünk, ezt a kultúrát szeretni fogják, ennek a kultúrának a múltja és a régi autók, és a jelene és a jövője az új virágozni fog. Szeretném megköszönni ezt a munkát a kiállítás létrehozásában, a támogatást, az Istvánnak és csapatának, hogy kiárták, Palkovics László minisztertársamnak, hogy miniszterként ezzel a jelentős összeggel megtámogatta Makóváros önkormányzatát, a veterán autósoknak pedig az autós kultúra ápolását, és azt, hogy a Magyar Autóklub közleműködésével is, és az autós szervezetek szövetségek együttműködésével is fiatalok számára bemutatják azt, hogy hogy lehet az autót a XXI. században kulturáltan, intelligensen, más közlekedési eszközökkel együtt, együttműködve, egymást erősítve használni. És a mobilitás pedig a világ egyik legnagyobb dolga, hogy el tudunk jutni A pontból a B-be. Ezt köszönhetjük a kocsinak, amivel István kezdte. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, gratulálunk!